Sziasztok, Ocsicsándi vagyok. Sziasztok, Zsófi vagyok, és a Tesszalonikaiakhoz írt levél második fejezete következik. Igen, és az szeretetről, amiről szól a dal is. És akkor olvassatok el, és akkor mi is. Te már mondtad azt? Igen. De bocs. Második fejezet következik. Oké. Hát lehet látni még egyszer, nem, a Pál, mert sok ember azt mondta nekem, vagy olvastam, hogy Pál egy kemény ember volt, de nem az a kép, nem? Mi volt a benyomásod? Igen, tehát a Tesszalonikaiak úgy tűnik, hogy nagyon fontos az ő számára, és ugye írja, igen, tehát olyan bensőséges képet használ, hogy olyanok voltunk közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. És nyolcadik, mivel így vonzottunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Annyira fontos, nem mert nekem, mint lelkész, ez nem elég csak hirdetni az evangéliumot, vagy lehet látni, hogy Pálnak nem volt elég. Igen. Pontosabban mondjuk. És tényleg az a... Igen, hát szerintem nagyon sok fontos szófordulat van itt, meg kifejezés, ugye, ami az Úr Jézusra mutat, meg Istenre, de ami nekem nagyon kitűnt, az a negyedik versben van, hogy ugye Pál a második fejezetet azzal kezdje, hogy elmondja, hogy a tesszalonikai élményük mi volt, hogy hogyan nem fogadták, tehát megtértek emberek is, meg nem is fogadták elő, tehát elüldözték onnan, és utána a negyedik versben azt mondja, hogy mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. És mi tudjunk, hogy mi nem vagyunk ugyanaz, mint a Pál. Mi nem vagyunk apostolok. De Isten adott nekünk is feladatunk, hogy mi is kell átadni és továbbadni a csodálatos evangéliumot, igen, nem? Igen. És akkor az a, nem, és... hogy embereknek szeretnénk tetszeni, igen, hanem tényleg csak, igen, Istennek. És hatodik versben szintén azt mondja, hogy nem az emberektől vártak dicsőséget. Igen. Nem is tőletek, még csak nem is attól a gyülekezettől, és nem másoktól. És akkor a fejezet három részből áll, lehet látni, sőt a mi Bibliánkban az jó, meg van, fel van osztva az első 12 vers, és azután jön a Pál beszélt az Isten, hogy milyen volt, amikor prédikált Tesszalonikában. És nem volt könnyű, öldözés volt, és Pál azt mondta, hogy nézd, nem könnyű nektek, de nem volt könnyű Jeruzsálemben, sőt, Judeában se. És emlékezel, hogy mit történt Jézussal. És akkor az, ami van most nálatok, akkor ne kell csodálkoznod azon, igen, hogy milyen nehéz is. Igen, de az érdekes, hogy ennek a résznek a végén, a 16. versben ugye mondja, hogy de azok, akik nem fogadják be az Úr Jézust, és megölik a prófétákat, azoknak meg lesz a büntetésük. Igen, de nem, úttól is érte... Bocs. Tehát ez egy bátorítás ugye azok számára, akik üldöztetnek, hogy akik üldözik őket, azok nem ússzák meg tulajdonképpen. Igen, igen. És az utolsó részben a 17. verstől a 20. versig lehet látni, hogy Pál annyira akar újra látni a gyülekezetet, nem? Mm. Nagyon akarja. Mert miért? Mert akarja tudni, hogy jól vannak. Igen. És azt hiszem, hogy holnap tovább folytatjuk, és lehet látni, hogy mi az otthoni helyzet. De szerintem jó lesz, ugye? Na, sziasztok! Sziasztok!